Üdvözlöm Önöket, ez itt a másik világ. Állandó szakértőnk, Paulinyi Tamás író, pszichikutató mellett mai vendégünk itt a stúdióban, Domján András, agykontroll oktató és hipnoterapeuta. Üdvözlünk András itt a stúdióban. A korábbi adásban arról beszélgettünk éppen Tamással, hogy a mai hivatalos orvostudomány mennyire befogadóképes akár a távol-keleti, vagy akár az alternatív orvoslási praktikákra. Az első kérdésem hozzád az lenne, hogy az agykontrollt hogy emésztette meg a hivatalos orvostudomány, befogadta, tűri, támogatja, tiltja, tagadja. Mit lehet ebben kapcsolatban? Hát most már azért 29 éve van jelen Magyarországon az agykontroll, édesapámnak hála, és mivel ő is orvosként kezdte el ugye oktatni az agykontrollt, ezért hál' Istennek viszonylag jól befogadta az orvostársadalom. Természetesen mind a mai napig vannak olyanok, akik ezt is ellenzik, de egyre többen jönnek el orvosként is az agykontroll tanfolyamra. Nemrégiben Szegeden találkoztam egy orvos professzorral a tanfolyamon, aki mondta, hogy ő azért jött el, mert végtelenül szkeptikus, és végig a tanfolyamon olyan kérdésekkel bombázott, hogy öröm volt nézni, és amikor az utolsó nap megtapasztalta azt, hogy mire képes az intuíció, akkor két kezét föltéve elmondta, hogy többiek előtt felállva, hogy ő megemeli a kalapját ezelőtt az egész előtt, mert nem hitte volna, hogy ez lehetséges, hogy képesek vagyunk az intuíciónkat így használni, és így már érthetővé vált számára mindaz, amit idáig szkepticizmussal kezelt. Tehát hála Istennek egyre nyitottabbak az orvosok, és azt gondolom, hogy ebben az is számít, hogy azért egyre nagyobb teher helyeződik a vállukra, és nekik is sok segítségnek számít, hogyha a beteg maga is próbál tenni valamit a gyógyulásáért, és nem csak odafekszik az orvos elé, hogy akkor most gyógyítsál meg. Ez szerintem rengeteget számít. Nagyon tetszik ez a történet, mert az igazi tudós embert véleményem szerint is az különbözteti meg a nem igazitól, hogyha szkeptikus is valamivel kapcsolatban, de vizsgál, figyel, és a tapasztalatai útján leszűri azt, hogy esetleg ő korábban rosszul gondolkozott erről a dologról. Tamás is ismer nagyon sok ilyen szkeptikus, nem? Hát igen, és azért az intuíció még egy szelíd fogalom, amit András említett, úgyhogy vannak itt meredekebb dolgok, és kíváncsi is vagyok, hogy te ezt mechanizmusában hogy látod. Tehát az intuíció a klasszikus pszichológiában is elfogadott, vannak belső tartalékaink a tudatban, a pszichében, amik felbukkannak kreatív módon, művészek, tudósok, találmányok, alkotások, de itt vannak azok a különleges képességek, amikről a múltkori adásban beszéltünk, hogy lehet távdiagnosztizálni, hát olyan nincs, hogy lehet távgyógyítani, tehát ez feltételez egy teljesen új szemléletet. Tehát többek között erről is, illetve az agykontrollról szó lesz a fesztiválon, ahol te és édesapád, dr. Domján László is előadtok. De ti ezt hogy helyezitek el a világképetekbe a tudatot és a valóságot illetően? Tulajdonképpen ezt az élményt, amit az agykontroll tanfolyam negyedik napján meg is tapasztalnak az emberek, ezt mi a kollektív tudattal, a tudatalatti elméknek az összekapcsolódásával magyarázzuk. Vagyis azzal a tapasztalással, amikor az ember, csak hogy értető legyen, miről van szó, egy ellazult állapotban a tanfolyam végén képesek a hallgatók arra, hogy egy számukra ismeretlen embert a nevük, életkoruk és körülbelül lakcímük alapján leírjanak, és elmondják azt is, hogy milyen betegségeik vannak, és egészen pontos találatokkal tudják ezt megtenni. Tulajdonképpen ez a... Bocsánat, hogy félbeszakítalak, csak hogy a kedves nézők is értsék, ezt úgy kell akkor érteni, hogy itt 4 nappal a tanfolyam megkezdése után képessé válik a tanfolyamon résztvevő arra, hogy azt mondja neki, hogy Kovács János, Mezőtúr, Kovács utca 26, alatt él egy ember, és nem adsz róla leírás, alacsony, kopasz, kövér, semmi. Ennyi adatot. És ő látja ezt az adatot, vagy mondjuk maximum hallja, a születési adatát. Vagy... Hallja, mert a mellette ülőt fogja elmondani. Ja, igen. És ő akkor egy ilyen
rajzot tud adni az ember? Leírja, hogy, hogy alacsony, kövér és cukros, és nem tudom micsoda? Pontosan erről van szó. De hát ez hogy lehet? És ráadásul ezt olyan százalékos arányban teszik meg, olyan pontossággal, hogy egy tanfolyamon, amikor felteszem azt a kérdést, hogy ki az, akinek egyáltalán nem sikerült, akkor senki sem teszi fel a kezét. Most már az elmúlt 7 évben én folyamatosan ezt tapasztaltam. Van egy csatorna, amire még nem jöttünk rá, ahol ezek az információk jönnek? Valójában ismerjük ezt a csatornát, csak nem használjuk, mert mindenkinek a rendelkezésére áll ez a csatorna, de amikor mindenkinek volt már egyszer-egyszer megérzése az életben, amikor mondjuk megcsörren a telefon, és elindulok a telefon felé, és közben eszembe jut egy ismerősöm, és történetesen pont az volt az illető, aki hívott. Tehát ilyen jellegű élménye mindenkinek van, csak José Silvának a módszerében az az érdekes, hogy ő maga megtapasztalta azt, hogy ez fejleszthető, hogy ezzel komolyan lehet foglalkozni, mert ez nem csak egy ilyen ad-hoc módon néha-néha előforduló jelenség, hanem ez a tudatalatti elmének egy olyan készsége, amit hogyha az ember gyakorol, akkor egészen magas szintekre lehet ezt vinni, ezt a fajta megérzést. Magyarul mégis képesek vagyunk áthatolni a tudatos és a tudat alatti közötti határmesdjénken? Én abban 100%-ig biztos vagyok, hát hogy képesek vagyunk. Az előbb említetted a kollektív tudattalant, ami ugye alapvetően egy jungi fogalom. Igen. És hát mindáig... Pillanat, itt megint hadd akasszam meg, csak azért, hogy tisztázzuk. Amit említettél, a kollektív tudattalan és a tudat alatti, mint fogalom, ezek rokon fogalmak, vagy azért van közöttük különbség, hogy azért a kedves van. Néző is eligazodjék itt, hogy miről beszél. Na hát András azért nyitott ajtókat döngött, legalábbis én nálam, és hát te, mint a halál közeli élmények ismerője, szintén belelátsz ebbe. Tehát a tudat egy nagyon struktúrált halmaz. Az ébrenléti tudatunk, amiben most kommunikálunk és észleljük a valóságot, talán a legszűkebb szelete. Aztán van a tudatalatti, ami észrevétlenül követ minket. Van a tudattalan, az egyéni tudattalan, ezt még Freud is leírta, és idáig tart a hivatalos tudománynak a bizalma. És akkor jött Jung, aki azt mondja, hogy van valami különös összeköttetés a kollektív tudattalan. De ehhez el kell jutni, és hát ezért a parapszichológia pontosan erről szól. Ezt úgy kell elképzelni, hogy állandóan belevágok szavatokba, csak nagyon izgatott vagyok. Ezt úgy kell elképzelni a kollektív tudattalant, hogy mondjuk van egy ilyen felhő, ahol a valaha létezett összes információ tárolódik, és onnan, hogyha bárkinek személyenként szüksége van bármilyen információra, valamilyen csatornán azt le tudja hívni. Ez van, nagyon pongyolán elfogalmazva. Mi is úgy szoktuk ezt az egyszerűség kedvén megfogalmazni az agykontroll tanfolyamon a hallgatóknak, hogy képzeljék el úgy, mint a mai modern számítógépek világát. Azok hálózatban kötve kommunikálnak egymással, és már egyre kevésbé számít az, hogy akár több ezer kilométer távolságra van egy-egy számítógép egymástól. Ugyanígy a tudatalatti elme is tulajdonképpen, mintha egy internetes hálózatban egy lenne. Egy bio-wifi? Ha úgy tetszik, akár, akár lehet ilyen modern szavakkal kifejezni. Azt gondolom, hogy tudományosan még csak kapirgáljuk ezt a felületet, és ennek a visszajelzésére valójában leginkább a tapasztalati út áll rendelkezésre, ezért érdekes egy ilyen élmény, ami rámutat arra, hogy hoppá, hát itt mégiscsak akkor ezek szerint több van, mint amire eddig gondoltunk. Andris, kérdeznék egy olyat, hogy hipnoterapeuta is vagy. Így van. Praxisodban találkoztál-e olyannal, hogy mondjuk akár egy halál közeli élményt átélő, aki tudatosan nem emlékezett vissza arra, hogy tapasztalt volna valamit, úgymond oda át. Igen. De a módszertan hatására vissza tudtál-e hívni emlékeket, mondjuk egy ilyen nagyon érdekes esetnél, vagy valami hasonló esetnél. Tudsz erről beszámolni? Tudok, vannak ilyen élmények, és nem is egy, nem is kettő. Rengeteg ilyen élmény volt. Én ugye 9 éven keresztül fogadtam a klienseket, most egy kicsit változott egyébként ez a felállásom, majd erről is mesélek. És rengeteg olyan élmény volt olyan eset például, amikor valaki gyerekkorában egy agyhártyagyulladás következtében kómába esett, és arra volt kíváncsi, hogy a kóma időszakába bele tud-e pillantani. Ott voltak olyan visszatekintések, ami én egészen szívben markolóan szép élményei voltak ez alatt az időszak alatt, olyannyira, hogy sokkal többet észlelt a külvilágból, mint amire azt gondolná az ember, hogy ez lehetséges. Most azért ezt szeretném megjegyezni, hogy a hipnoterápia, illetve a hipnózisban előjött információknak a személyes tartalma az annak az embernek a sajátossága, aki éppen ott ül abban a székben és hipnózis állapotában tárja fel a tudatalatti elméjét. Ebből kifolyólag az általában minden ilyen élménynek az első kérdése, amikor kijönnek
akár előző életről van szó, akár valamiféle egy túlvilági létről van szó. Az első kérdés, amit felszoktak nekem tenni, hogy András, ez igaz volt? És én erre szétteszem a kezem, hogy őszintén szólva nem tudom megmondani. Nem tudom megmondani, hogy az az információ, ami előjön, azt nem tudom tudományosan bizonyítani, hogy ez igaz volt-e vagy sem. Én mindenképpen azt szoktam ilyenkor mondani, hogy valójában bemész a moziba, és megnézel egy mozifilmet, akkor teljesen mindegy, hogy ez a film az valóság volt, vagy fikció, hogyha katarzis élményt ad, hogyha valami olyan élményt ad, ami neked fontos volt. Éppen ezért az ilyen esetekben pont én mindig azt a nézőpontot képviseltem, hogy valójában azzal kell foglalkoznunk, ami előjön a tudatalatti elméből, mert valamiért ez az információ jött elő, valamiért ez az, ami neki fontos. Akár szimbolikus információ volt, akár egy valóságot tükröző olyan dolog, amiben tudatos elménkkel nem látunk bele, így is úgy is az a lényeg, hogy hatással van ránk. Például, hogyha valaki megél egy ilyen élményt, hogy mondjuk belelát egy olyan környezetbe, ami a tudatos elmével nem látható, és ezt úgy éli meg, hogy ez valóságos, és onnantól kezdve emiatt ő például türelmesebb lesz másokkal, odafigyelőbb lesz másokkal, kedvesebb lesz a családjával, és hirtelen azok a dolgok, amik odáig nagyon komoly problémát jelentettek az életében, könnyedén meg tudnak oldódni, mert egy teljesen más nézőpontot kapott, akkor azt gondolom, hogy pont ez a lényege egy ilyen megtapasztalásnak. Teljesen egyetértek, de azért, mint pszichkutató megerősíteném a kedves nézőket, hogy vizsgálják ezeket az élményeket, hogy milyen valóságtartalmuk van. Csak úgy, mint a halál közeli élményben, ahol mondhatjuk, hogy ez egy pusztán szubjektív belső tudati élmény volt, de hát tényleg a testén kívül volt, hát tényleg látta a környezetét visszaigazolhatóan. Vagy például a reinkarnáció felbukkant, hogy terápiás módon, ez nyújt-e valami pluszt. Ez a lényeg, dr. Daubner Béla is mindig ezt hangsúlyozta, egyik legnagyobb alakja a mai magyar hipnózisnak, hogy mindegy, hogy valóban egy bánya szerencsétlenségben meghalt előző életében, de ez feloldja mondjuk a liftfóbiáját, vagy a klausztrofóbiát, az éppen elég. Na de erre a szkeptikusok azt mondanak, hogy kérem, hát akkor csak ennyi? Nem. Ezek a dolgok valósak, tehát utána nyomozhatóan, és folytak ilyen kísérletek, be lehet mutatni, hogy a tudat tényleg belelát a régmúltba, távoli helyekre, tényleg akár kómában észlelni tudott, úgyhogy én ezt csak megerősítésnek számítom. Mondjuk el tudom képzelni, hogy most a képernyő előtt ül egy szkeptikus, azt mondja, hogy persze-persze vannak ezek a hipnoterapikus dolgok, és elmond valamit az átélő, vagy az alany, és de hát ez semmi más, mint ez egy vizionáció, valamitől ez egy élő agy terméke. És ő várja ott a képernyő előtt, hogy bizonyítékot. Tehát azt akarom most kérdezni tőled, hogy olyan volt, hogy valaki tudatára ébredt, mert eddig a tudatalattiában volt egy olyan információ, ami utólag visszaigazolható lett. Ez például már szerintem a szkeptikusokra is meggyőző erejű lehet. Ilyenről lehet beszámolni? Vagy tudsz beszámolni? Volt olyan élmény, amíg olyan esemény jött elő távolabbi múltból, mint az illetőnek az élete, ami történelmileg visszaigazolható volt. Ugyanakkor én bevallom őszintén, én a szkeptikusokat nagyon-nagyon szeretem. És azért szeretem a szkeptikusokat, mert ahogy te is mondtad, a szkepticizmusban az az izgalmas, hogy kíváncsivá teszi az embereket. És bevallom őszintén, én nem is akarom meggyőzni őket arról, hogy ez így van-e vagy sem, mert ez a nagy különbség a hit csak és a tudás között. Várják. Meggyőző bizonyítékot, és akkor majd ők el fogják hinni. Igen, csak pont ez a különbség a tudás és a hit között. Mert a tudás, tehát onnantól kezdve, hogy valamit tudok bizonyítani, onnantól kezdve az átkerül a hitből a tudásba. Igen. És itt az érdekes mesdje a kettő világ között, mert pont az az érdekes az egészben, hogy én nem akarom korlátozni senkinek a hitét abban, hogy nekem milyen tapasztalataim vannak az életben. Mert ez nem biztos, hogy az illető életére jó hatással van. Ha ő úgy látja, hogy ez neki fontos, és szeretne utána járni, akkor akár a tudatalatti elme is könnyedén feltárulkozik előtte emiatt. Nekem most egy másik kérdésem lenne, hát az agykontroll egy elég nagy múltra visszatekintő módszer, Magyarországon is. Így van. Édesapáddal ugye lesz egy előadásatok a Természetgyógyász Magazin Fesztiválon, ott azért valami újdonság is megjelenik részedről. Így tehát erről beszélnél, mi az inverzum, ami nem univerzum, hanem inverzum? Igen. Én is kíváncsi vagyok rá. Az elmúlt 9 év során a hipnoterapeutai munkámból elkezdtem észrevenni azt, hogy ismétlődő jelenségek történnek meg, és ugyanazok a problémakörök,
ugyanolyan megoldási útvonalakat kívánnak, még egy bizonyos skálán belül mozogva is. Tehát egy séma. Egy séma jellegű, sémák kezdtek el megjelenni, és felmerült bennem az a gondolat, hogy tulajdonképpen ezt, amit én megcsinálok az emberekkel, ebből lehetne egy olyan eszközt létrehozni, amit az emberek az én személyes jelenlétem nélkül önállóan is meg tudnak csinálni. És az internetnek hála létrehoztunk tulajdonképpen egy olyan online szoftvert, ha úgy tetszik, amit az internetes honlapunkon keresztül egy előfizető meg tudja tenni azt, hogy önmaga halad végig azokon a megoldás jelentő lépéseken, amin egyébként én vezetném végig. Tehát egy rugalmas program, ami hozzáigazodik? Abszolút rugalmas, olyan szinte rugalmas, hogy a vezetett meditációk, amik a tudatalatti elméje feltárásával és rendezésében segíti a felhasználót, azok konkrétan interaktív vezetett meditációk, ami azt jelenti, hogy menet közben is változnak. Ebből kifolyólag nem egy meghatározott vizualizáción vezeti végig az illetőt, hanem kérdéseket tesz fel a tudatalattiának, és a válaszai alapján, a feljövő információk alapján egy igen-nem kérdéses rendszerben tovább halad. És ennek ez megfelelően kapizsgálom. Ennek a neve az inverzó? Ennek a neve az inverzó. Ennek a programnak? Vagy ennek a módszernek? Ennek az egész módszernek tulajdonképpen, ez a módszernek csak egy része, mert ahhoz, hogy ezt meg tudja valaki tenni a meditatív állapotban, ahhoz nyilván információra is szüksége van, és többek között 6 témakörben oktató videókat nézhetnek meg. Ez a 6 témakör, ez a család, párkapcsolat, munkahely, egészség, félelmek legyőzése és a gyász. Ezt úgy kell értenem, ha mondjuk én utálom a kutyákat, teszem föl. Például. És nem tudom, ez miért van, akkor leülök a program elé. Így van. És a tudatalatti megmozgatásának hatására kiderül, hogy engem 5 éves koromban megharapott egy kutya, csak ez a feledésbe merült, és ott van egy ilyen lelki letapadás, ami okozza ezt a félelmet, viszont most, hogy ez felismerésre került, ezáltal ez vélhetőleg majd javul. Valahogy így kell képzelni? Majdnem, a felismerés önmagában nem elegendő, hanem pontosan azokkal a módszerekkel, amikkel én is a hipnoterápiában a múltbeli helyzetekbe bele tudtunk nyúlni, tulajdonképpen az érzelem átalakítására van lehetőség, ezért is az érzelem menedzsment lett az alcíme ennek a programnak, vagyis önállóan képes arra az illető, hogy mondjuk fél adott esetben mondjuk a kutyától, feltárja ennek a gyökerét, hogy ez miért van, a múlt eseményeidben mi történt, ami miatt benne ez a félelem kialakult, és a képzelete segítségével egy meghatározott módon bele tud nyúlni ebbe az emlékképbe, úgy, hogy az emlékkép maga nem változik meg, csak az érzelmi töltete. Ez egy kicsit a Matrixos már. Elég 21. századi, hanem 22. De tetszik? Egészen elképesztő tapasztalatok vannak, ugye mi ezt fél évvel ezelőtt indítottuk el, és az elmúlt fél évben fantasztikus sikerélmények jöttek elő. Pont most tartok még folyamatban éppen egy agykontroll tanfolyamot, ahol már egy olyan sikerélmény is megjelent, ahol megakadt valamilyen megoldásában az illető, és végül az inverzum segítségével sikerült feloldani a többek között például egy vizsgától való félelmet. Ez csak egy apróság, de valójában emellett ez a rendszer, ez az interaktív vezetett meditációs rendszer abban érdekes, hogy nem azt mondom az illetőnek mondjuk egy előre meghatározott szövegben, hogy képzeld el ezt, képzeld el azt, hanem teret engedek az ő tudatalattiának, hogy az ő megoldása mi lesz abban a helyzetben. És arra reflektál. És arra reflektál, és annak függvényében, hogy erre hogyan reflektál, annak függvényében van A, B, vagy C, vagy akár D verzió, hogy merre folytatódik ez a bizonyos hang. De mert arra gondolna, hogy ja Istenem, most már a gépek elkezdik azért irányítani a belső intuícióinkat, de közben kiderül, hogy nem a gép, ez nem csak egy hordozó eszköz, hiszen így te állsz mögötte, illetve az a tudás, azok a egymásba kapcsolódó folyamatok, pontosan, amelyeket a gép képez le valahogy. A gép az tulajdonképpen csak magát a rendszer egybetartását és működtetését csinálja, de a rendszert azt másfél éven keresztül dolgoztuk ki. Tehát a másfél év alatt nagyjából egy 600 oldalas könyvnek megfelelő anyagot írtunk össze, amikből a filmek készültek. Egy egészen bonyolult, elképesztő, nagy hálózati rendszert kellett kidolgozni ahhoz, hogy ez a fajta vezetett meditációs modell meg tudjon valósulni, és ezek kerültek az internetes felületre. Akkor ez elérhető bárki számára? Az abszolút, tehát tulajdonképpen a világ bármely pontjáról elérhető. Pillanatnyilag magyar nyelven van egyébként, de hosszú távú terveink között szerepel, hogy az angol nyelven lesz szó, igazán? Abszolút, ez lesz az egyik téma. És mi lesz a másik, hiszen ketten vagytok Domján Lászlóval.
Alapvetően a másik téma az agykontroll, az elmúlt 29 év tapasztalata. Nekem most az életemet nagyrészt kitölti ez az Inverzum program, mert tényleg egy fantasztikus, és maga a megvalósítás is már egy olyan izgalmas folyamat volt, ami magában érdekes volt számunkra. És azt gondolom, hogy amit ezen keresztül megtanul az ember, akár az Inverzum, akár az agykontrollon keresztül, az, hogy hogyan lehet úgy hozzáállni az élethez, olyan szemlélettel állni az élethez, hogy abban, hogy az tényleg egy boldogabb világá, boldogabb környezetté tudjuk tenni, és mindenki a saját maga tehessen azért, hogy jól érezze magát. Hát ez a legfontosabb. Ha az ember azt hallja, hogy hipnoterapeuta, akkor szerintem az utca emberének nagy... Az ingázó. Nem is ez, hanem ez a Freud, ott fekszik a páciens az ágyon, a szakállas, elmélyült hipnoterapeuta tollal, papírral a kezében ül. Ez tényleg így zajlik, vagy ezek csak sztereotípiák? Ez a szakáll még nem stimmel. Szakáll már borosta van, szakáll is. Nagyjából azért hasonló a helyzet, tehát valóban egy ellazult állapotban ül a kliens egy hátradönthető háttámlájú fotelben. Én mellette szoktam ülni, és nem annyira jegyzetelni szoktam, mert ilyenkor a hipnoterapeuta inkább arra figyel, hogy minden rezdülésére ráhangulódjon az illetőnek, és hogyha a papíromra figyelek, akkor nem az embert látom mögötte. Tehát én egy picit inkább ilyen oldalról közelítem meg. De a hipnoterápia az alapvetően egy nagyon-nagyon széles skálán mozgó eszköz lehet, és ahány hipnoterapeuta annyiféle módon szoktak dolgozni. Van aki például, bocsánat, Gil Boyne, aki amerikai úriember, aki sajnos már nincsen közöttünk, de járt egyszer Magyarországon is, ő például a világ leghíresebb hipnoterapeutája, és az iskola, amiből én tanultam, az ő vonaláról jött. Ő például állva hipnotizált az embereket. Tehát ő a hipnoterápiát is sok esetben állva. Mármint, hogy az alany is állt. Az alany állt, igen, és úgy került hipnotikus transzálatom. Mindenki hipnotizálható? Vagy vannak kevésbé hipnábilis és nagyon hipnábilis emberek? Ez a hipnabilitás fogalma azért egy kicsit trükkös dolog, mert próbálják úgy vizsgálni a hipnabilitást, hogy ugyanazokat a módszereket alkalmazzák. És pont az lenne a lényeg a hipnoterapeuta szemszögéből, hogy megismerje az alanyt, és az alanynak megfelelő utat találja meg a tudatalatti elméhez. Egyébként pont ez az érdekes ebben az Inverzum programban is, hogy annyira személyre szabható a vezetett meditáció jellege, hogy mindenki a saját szája ízének megfelelőt meg tudja találni, a saját ritmusát tudja követni. És amikor egy hipnoterápiai ülés, az úgy szokott kezdeni, hogy leülünk egymással szembe, és elkezdünk beszélgetni. És a beszélgetés során megismerjük az illetőt, hogy aha, itt vannak az érzelmi gátak, itt vannak azok, amire reagál, tehát pont ezek az apró rezdülésekből derül ki, hogy mi az, amivel őt lehet hipnotizálni, és mi az, amivel nem. Ugyanazzal a módszerrel próbálni mindenkit hipnotizálni, az pont a szakma lényegét veszi el. Ebből kifolyólag azt merem állítani, hogy mindenki hipnábilis, de ha csak az illető... meg kell találni az utat. Így van, meg kell találni hozzá az utat, de hogyha az illető például nem akarja, akkor nem lehet hipnotizálni. Tehát akarata ellenére... Tehát valaki belső ellenállás. És miértem akkor? És igen, ez például olyan helyzetekben fordult elő, hogy valaki azért jött el hozzám, mert az anyukája küldte. Na most, ha az anyukája küldte, akkor az anyukájának kellene ott ülnie, mert ő akar hipnózisba foglalkozni a gondokkal az illető, hogyha nem akar, akkor hiába. És akkor azok, mondjuk a interneten található olyan videók azért kamuk, mikor bárki odáll, így csinál neki, aztán már... Nem, ez nem kamu? Ez nem kamu, csak ez nem kamu, csak amit mi nem látunk, az, hogy miközben az illető ezt csinálja, a háttérben hány kamera van, hány póster van arról, hogy ő a világ legjobb hipnotizőre, tehát egy csomó olyan információ nem látszik a képen, ami egyébként hatással van az illetőre. És a show hipnózisnak, az ilyen színpadi hipnózis műsoroknak az egyik legalapvetőbb lényege, hogy az illető, aki végzi a hipnózist, nagyon-nagyon jó emberismerű legyen, és jól tudja kiválasztani azokat az embereket, akik abban a pillanatban jobban reagálnak. Így van, tehát előválogatnak. Az előválogatás is egyébként úgy kezdődik, hogy azt mondja a hipnotizőr, hogy jöjjön fel a színpadra az, aki hipnózisba szeretne kerülni. Az már hipnózisnak kerül. És onnantól kezdve már egy beleegyezéssel. Tehát pont ezek megvannak, ezek az apró kis trükkök. Az idő rövidsége miatt egy utolsó kérdés, hogy hipnoterapeutaként te találkoztál-e azzal, hogy valaki véletlenül vagy direkt visz előző életébe, tehát a prenatális kor elé vitted vissza?
Hát ebből rengeteg van. Tehát... De te praxisod van? Hogyne. Tehát ez, amikor én elkezdtem hipnózissal foglalkozni, akkor sokkal több meglepő esettel találkoztam, mint amivel gondoltam, hogy bármikor fog találkozni. Megjelenne egy külön misért. Azt mondom, hogy nem tudom, hogy elfogadsz egy meghívást, mert a mi műsorunknak ez egyik sarkalatos karaktere lenne, hogy akkor kifejezetten erre térnék majd vissza, hogy hitelzés van felbukkanó reinkarnáció. Így van, jó, ez nagyon érdekes lett, sajnos most el kell búcsúznunk, megköszönve Nómián András agykontroll oktatónak, hipnoterapeutának és Paulinyi Tamás író, pszichikutató állandó szakértőnknek a közreműködést. Ez itt a Másik Világ, Erkárpáti Péter vagyok, még találkozunk.